A Bregyó táborban a hetet néptánccal kezdik, itt a gyerekek megismerhetik a népi hangszereket, megtanulhatnak különféle táncokat, és ami a legfontosabb, jól érezhetik magukat. Én természetesen, hogy igen. Alexandra így válaszolt arra a kérdésre, hogy jövőre is jön-e a Bregyóba. Nagyon élvezte a délelőtti néptánc foglalkozást, mert ott, ahogy ő mondta, sokat lehet ugrálni. Egy kicsi testmozgás, meg egy jó kis tánc, nekem nagyon tetszett konkrétan. Jó napot, Kalmár Kata vagyok. A Bregyó táborban idén egyébként számos újítást bevezettek. Lehet kézműveskedni, néptáncosok tanítják a gyerekeket, de íjászok is megjelennek egy-egy nap, valamint védőnők is segítik a táborvezetők munkáját. Nagyon örülök, hogy szemtanúja lehettem ezen a héten az elfogódott gyerekek hogyan nyíltak ki az elhivatott népzenészek kezei között. De nagyszerű élmény végignézni Varró János hangszer bemutatóit, ahol a gyerekek ragyognak és csillogó szemekben látni, hogy mennyire élvezik a különlegességekkel, hogy talán megismerteti őket János. A táborba idén nagyon sok gyerek érkezett. Báles István táborvezető szerint egyrészt a programok, másrészt pedig a szülők elfoglaltsága miatt. Jól érzik magukat a gyermekek, hisz a gyermek, aki be van programozva a nyara, akad köztük jó néhány olyan, aki hosszabbít időt, mert több időt szeretne tölteni itt, mert jól érzi magát. Az önkormányzat által szervezett táborhoz bármikor lehet csatlakozni, ha a gyerekek egy kis kikapcsolódásra és tartalmas időtöltésre vágynak. Részletesebb információt a székesfehérvár.hu honlapon találnak.